Az EGRI negyedmesterek kórusának ünnepi műsorával kezdődött a Fertálymesterek karácsonya a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. A hagyományos rendezvényen dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora advent igazi jelentését, a várakozás fontosságát hangsúlyozta beszédében. Mint mondta, lelkileg is készülni kell a megváltó újbóli eljövetelére. Az adventi időszak, a négy adventi vasárnap, az adventi koszorú, tulajdonképpen ennek a lelki előkészületnek a fontosságára akar figyelmeztetni, meg rádöbbenteni bennünket. A lilaszínű gyertyák a bűnbánati lelkületre, hát a rózsaszínű gyertya pedig a hitből fakadó örömre emlékeztet bennünket. Várkonyi György Olivér főkapitány beszédében hangsúlyozta, az adventi időszakban a vasárnapi liturgiák segítenek az elmélyülésben, a számadásban és a megbánásban is. Felhívta a figyelmet a Fertálymesteri Testület egy szeretett közösség, ami a közérdeket szolgálja. Szeretnék egy nagyszerű embert bemutatni, aki mindig magas beosztásban volt. A szokásokhoz híven az eseményen bemutatták a negyedmesterjelölteket. Közöttük van tanár, orvos, vállalkozó és iparos is. Őket a januári közgyűlésen választhatja meg egy évre a testület. Tulajdonképpen az év lezárul ezzel az eseménnyel. Még egy Szent János napi borszentelés van 27-én, amire mi szintén elmegyünk. És utána januárban lesz egy közgyűlésünk, január végén. A januári közgyűlés, hiszen mint egyesület tevékenykedünk, a közgyűlés választhatja meg a jelölteket. Hozzátette, az avatási ünnepség február elején várható a Városháza dísztermében.